Professzor dr. Pavlik Gábor, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egészségtudományi és sportorvosi tanszék professzor emeritusa, aki a Semmelweis Egyetemen is tart előadásokat. Csaknem 50 éve áll a katedrán. Kiemelkedő oktatói-kutatói tevékenysége mellett sportolókat is segített a boldogulásban. 2000 és 2008 között a három olimpiai bajnoki címet nyert férfi vízilabda válogatott mellett is dolgozott sportorvosként. Jó napot kívánok! Én dr. Pavlik Gábor vagyok, professzor emeritus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek az egészségtudományi és sportorvosi tanszékén dolgozom. Hát ugye régebben, mint tanszékvezető, koromnál fogva most már, ugye professzor emeritus az nem tanszékvezető, de még mindig ugyanott dolgozom, ugyanúgy tartok előadásokat és végzek tudományos kutatómunkát, sőt, foglalkozok még sportorvosként, kvázi betegek. Is. Ami a gyermekkoromat illeti, nem nőtt ki a családból az orvosi szakma. Édesapám gépészmérnök volt, édesanyám nem dolgozott különösebben, és az a helyzet, hogy a nővéremnek volt egy ilyen kicsit medikus vagy orvosi, hogy mondjam, érdeklődése, de nem lett belőle orvos, viszont a férje orvos lett, ő dr. Csermely Miklósnak hívták, sajnos már nincs közöttünk, és egy nagyon híres orvos lesz, először ortopéd sebész, és utána a fizioterápia magyarországi zászlóvivője, máig is az ő tankönyvét használják. Na most az az igazság, hogy innen jött nekem egy kicsi az orvosi indítatás. Tehát oldalról, nem annyira közvetlen családból, és édesapám, mint gépészmérnök inkább a reáltudományok felé irányított, és én irányultam is, hajlamos voltam, szerettem, részt vettem matematikai versenyeken, na, nem jutottam a csúcsra, ami miatt nem ezt a pályát választottam, de megvolt bennem az érdeklődés, hogy ügyüm az elméleti tudományok felé. És sógorom beláttatta, hogy az orvosi diplomával én nagyon sok mindent tudok kezdeni. Tudok lenni betegágy melletti orvos, műtőben élő orvos, kutató orvos, és ez a széleskörű paletta és az egész orvostudománynak azért a vonzereje az oda vitt, hogy körülbelül harmadik, negyedéves gimnazista koromban határoztam el, hogy én az orvosi egyetemre akarok menni, tehát nem korábban. Felvételiztem 1960-ban, ugye az akkori időknek az ismereteben ez nem egy meglepő dolog, hogy aki értelmiségi származású volt, hát azt többnyire nem vették fel első évben, de hát felvettek másodévben. Abban az évben, amíg nem vettek fel, az Orvos Egyetem Kémiai Intézetében dolgoztam, Straub Bruno mellett, mint ilyen állatgondozó, meg minden, de nagyon sokat tanultam akkor. És utána már hát bekerültem az egyetemre, és azért eléggé éltanulóként tanultam végig a 6 évet a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, és amikor jött az, hogy hát milyen állást vállaljak utána, akkor két szakma vonzott, az egyik volt a gyermekgyógyászat, a másik pedig a kutatóorvoslás. Na most úgy alakult az életem, hogy tudományos diákköri munkám alapján egy tudományos kutatóintézetbe kerültem be. Ez az Országos Munkaegészségi Intézet kísérleti élettani osztály volt, ahol nagyon szép, nagyon tanulságos, nagyon felhasználható állatkísérleteket végeztem, de bevallom, hogy 4-5 év után valahogy úgy éreztem, hogy ez nem egy kifutási lehetőség. És akkor jött az ajánlat a testnevelési, hát akkor még főiskoláról, Frank Robert professzor, aki ugye én régebben is ismertem az élettan kongresszusokon, továbbá
Én vízilabdáztam, és hát ő volt az OSZ-nek az elnöke, és rögtön, mint érdeklődött, behappolt az OSZ-be, tehát én OSZ játékos voltam akkor már, és hát utána, mint mondom, egy olyan 5 éves tudományos kutató munka után Frank Robert professzor magához vett, hogy így mondjam, és elkezdtem a munkában, tehát akkor testnevelési főiskolában 50 éve volt ez a kezdet, és elkezdtem tanítani. Hát a tanítás az egy borzasztó nagy öröm. Az nagyon hiányzott nekem az előző munkahelyemről, tehát fiatalokkal foglalkozni, pódiumon állni, előadni, hát ez egy máig is nagyon nagy szenvedély, amit máig is kultiválok és csinálok, utoljára tegnap előtt volt tanórám, tehát az a helyzet, nagyon szeretek tanítani, és akkor emellé jön a tudományos kutatás. Frank Robert is elméleti intézetből jött, ugye akkor ő a Budapesti Orvostudomány Kórélettani Intézetéből jött a TF-re, és az volt a kifejezett kérése, hogy ezt a tudományos vonalat vigyük a TF-re be. Ami azt jelenti, hogy azt kérte, hogy én legyek az, aki megteremti ott az állatkísérleteknek a lehetőségeit. Ezt én meg is tettem, és hamarosan patkányokat úsztattunk, hogy legyenek edzett patkányok és nem edzett patkányok, és össze lehessen hasonlítani az ő, hát főként szívvérkeringési mutatóit és reakcióit különböző ingerekre. Meg kell mondjam, ez nagyon gyümölcsöző volt, én akkor ebből nem is olyan nagyon hosszú idő után, 1980-ban, 38 év koromban, hát megszereztem az orvostudományok kandidátusi címet, ami azért egy elég jó szín volt akkor és elég időben. Most mellette, ha az ember a TSM van, tanít és kutat, hát akkor el kell sportorvos is lenni. Na most ugye én 10 éves koromban kezdtem el úszni, ebben benne voltak a Helsinki sikerek, hogy hát sportoló akarok lenni, úszó bajnok akarok lenni, hát körülbelül 4-5 év után a Schopper óra rideg kegyetlenséggel mutatta, hogy hát bennem úszó bajnok nem lesz, mert a nálam fiatalabbak már jobban úsznak, mint én, és akkor átmentem vízilabdázni. Ami ugye olyan, hogy ha sikerül, nagyszerű, de ha nem sikerül, és egy csapatban játszunk, tehát azt a sportot lehet csinálni, nem csak összeszorított fogakkal. Most én ifi válogatott szintig vittem, játszottam a Ferencvárosban, játszottam az OSZ-ben és utána több csapatban. Nem lett belőlem válogatott játékos, de kb. 20 évig játszottam, és akkor már ugye sportorvos voltam. Na most egy vízilabda játékos, sportorvos elég hamar kikötött, hogy részt vegyen a vízilabda sportorvos életében, és így aztán 1983-tól lettem a magyar válogatottnak az orvosa. Ez egy nagyon nagy ajándék az életnek. Azért mondtam, hogy válogatottnak, és nem mondtam azt, hogy férfi válogatottnak, mert akkoriban nem volt még pénz több orvosra. Tehát én voltam a válogatott, az ifi válogatott, a serdülő válogatott, 86-tól a női válogatott orvosa is. Hát 2000 tájban már lett annyi pénz, hogy elváltunk, és akkor fókuszáltam a vízilabda felnőtt válogatottra, de a többi csapattal is nagyon szép élményeim voltak. És borzasztóan élveztem ezt a munkát. Ez 26 évig tartott, 6 olimpián vettem részt. Amiről ugye nekem a három legcsodálatosabb, nekem három utolsó, tehát ugye a Peking előtte, meg az Athén és a Sydney olimpiát, ahol aranyérmet nyertünk. Akkor hagytam abba, mondva azt, hogy hát 26 év, most már közeledem a 70-hez, hát azért ott frissnek kell lenni, úgyhogy az a helyzet, hogy akkor erről a pálya részről leléptem. Az oktatás és a kutatás maradt. Olyannyira, hogy én, ahogy említettem, állatkísérletekben kezdtem.
és az ilyen szív-vérkeringési adaptáció volt a rendszeres edzéshez, és hál' Istennek bejött az életembe egy olyan véletlen, hogy 1983-84-ben fél évet Bécsben töltöttem az ottani sportorvosi intézetben, és ott kérdezték, hogy hát mi lenne az én különös érdeklődési területem. Mondom, hogy ez a kardiovaszkuláris rendszer, és erre azt mondták, hogy nekik van egy új echokardiográfiuk, egy ultrahangos szívvizsgáló készülékük, hát dolgozzak azon. Na ott tanultam meg valamennyit ebből az echokardiográfia, ebből első ilyen szikjém is bécsi kollaborációban készültek. Amint hazajöttem, foggalkörömmel elkezdtem szervezni, hogy folytathassam ezt a munkát, ami először kollaborációban volt a Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézettel, a sportkórházzal, és aztán sikerült a MITAL székünkön is megteremteni a lehetőséget, és máig is ezzel foglalkozom, és most is ott áll a laboratóriumunkban a készülék, és mondjuk ami változik az, hogy kiket vizsgálunk, milyen sportág, milyen életkor, milyen intenzitás, de rengeteg kérdés merül fel ebben, és hát akkor voltak ebben ennek a azt kell mondjam, sikeres munkának az eredményeképpen nemzetközi publikációkkal, kongresszusi részvétellel 2004-ben sikerült megvédenem az akadémiai doktori címet, és én azóta is foglalkozom ezzel. A következő hónapok szervezéséről utoljára ma délelőtt beszéltem, tehát abszolút aktív vagyok még ebben a saját véleményem szerint úgy tudnám megfogalmazni, hogy a szubjektív elégedettség. Tehát egész egyszerűen, amikor én úgy érzem, hogy akár az előadásom, akár az orvosi tevékenységem, akár a tudományos munkám nekem olyan élményt tudott adni, és olyan, hogy mondjam, elégedettséget, hogy az általam látott feladatot meg tudtam oldani. Tehát az a helyzet, hogy a szubjektív oldalról az elégedettséget tudom mondani. Most az, hogy ezt mások hogy tekintik, az legyen az ő dolguk. De az én szememben a saját sikeremet így tudom kifejezni. Mindemellé fel kell említenem mondjuk egy kicsit, hát majdnem azt mondom, hogy több, mint hobbi, de hát hobbimat is ez a zene. Az a helyzet, hogy nem tudom miért, de körülbelül 10 éves korom óta vonzultam a komoly zene felé. 10 éves koromban hallottam a Trubadurt, a Rigolettót, és nem tudom, engem megfogott az a atmoszféra, amit az operai világ nyújtott. Aztán eltelt pár év, amikor kiszélesedett az érdeklődésem a szimfonikus zene, majd utána akár a kamarazene, vagy a zongora muzsika iránt. És ez azért nagyon furcsa, mert soha nem zenéltem. Nem ismerem a kottát. Nem voltam énekkaros. Tehát alapjában véve belülről nem vagyok a zenében, de 40 éve vezetek zenei estéket. Ez úgy indult, hogy a TFN az akkori rektor helyettes, azt hiszem Istánfi Csaba, azért vagyok bizonytalan, mert ez volt a rektor is, meg rektor helyettes, de akkor éppen azt hiszem rektor helyettes volt, és azt mondta, hogy a tanároknak kellene a diákok felé adni egy kis kultúrát. Tehát ezért volt tanár, aki elvitte őket a várba sétálni, és megmutatta a múzeumokat, meg a különböző épületeket. Volt, aki a nyaralásáról a diapozitíveket vetítette le. Az köztudott volt, hogy én egy zenebarát vagyok, és hát azt kérte ez a bizonyos Istánfi doktor, hogy adj egy zenei előadást, egyet. Na most én rögtön kettőt adtam, mert említettem, hogy Bécsben voltam, és Bécsben olcsó szellemességgel mondva nem csak az ultrahangok, hanem a hangok is vonzottak. Tehát én hetente jártam a bécsi operába hatalmas lelkesedéssel, ugye akkor fiatal ember lévén állóhely. És hát ezekről tartottam előadást, de ez olyan gazdag volt, hogy rögtön kettővel kezdtem.
És már a másodikon többen voltak, mint az elsőn. Ekkor úgy gondoltam, hogy folytatom, emlékszem, Muszolszki kiállítás képei volt a következő, amit hát így ismertettem, hogy mit érzek belőlük. Ez egy hőskor volt, hát a zenei anyag az azt jelentette, hogy otthon kazettára másoltam a motívumokat, és azt játszottam be. Na most egyre többen jöttek, csak eszem ágában nem volt abba hagyni. És ez 40 év óta megy. Megy a TFN, mint hogy híre járt, megkértek, hogy máshova is menjek el konferálni. Jelentkeztek, hogy jönnének előadni, tehát nem kell nekem kazettázni, hanem jönnének előadni. Aztán akik jöttek előadni, megkértek, hogy menjek el oda műsort vezetni. Most ezen kívül van egy olyan nagyon szép egyesület és kvázi mozgalom, hogy orvosok a zenében, nagyon sok orvos zenél. Amatőr, félamatőr, profi, szóval nagyon jó zenészek vannak az orvosok között. Ennek van egy egyesület, ennek az elnöke a Kósáné Kertai Dézi, és körülbelül havonta van egy ilyen orvosok a zenében előadás. Nem volt túl nehéz, hogy én, mint orvos, hát beálljak ennek a vezetésébe. És ezért általában ezeket az estéket én konferálom. Így aztán. Hát én megmondom, azért számszerűleg majdnem 150 annak az előadásnak a száma, amit a TFN tartottam. Körülbelül 90 valamennyi azoknak az előadásoknak a száma, amik az orvosok a zenében, és összesen, tehát azok, amikor más zenészek, például Szentpéteri Gabriella, tehát másokkal léptem fel, körülbelül összességében a 300-350 között van azoknak a zenei ismertető előadásoknak a száma, amiket én 40 év óta csinálok. Amatőr módon, hatalmas lelkesedéssel, nem ismerem a kottát, de nagyon sokszor érzem azt, hogy az amatőr hallgatónak ez kell. Mert ha az amatőr hallgatónak elmondják, hogy a 2 szekundból átlép a harmadik kvartba, nem érti. Tehát olyan embertől elfogadják, aki ezt nem tudja, hanem a szubjektív érzések, mit mond az a zene, és azért egy lexikális háttér. Tehát ki a zeneszerző, ennek én becsülettel utána nézek, mikor született, ki tanította, stb. Tehát ami hogy úgy menjem egy kicsit a zene népszerűsítéséhez szükséges, ezeket én nagyon nagy lelkesedéssel csinálom, és hála Istennek elég sok ilyen estén volt, és közte nagyon nívósak. Hát az a helyzet, hogy záró gondolatként én annyit tudok mondani, hogy lehetőleg mindenki szeressen valamit. A valami legyen a szakmája, és jó dolog, ha mellette valamit szeret. Ez lehet egy hobbi, és hát ebben a hobbiban én két vonalat tudom bíztatni a kedves hallgatókat. Az egyik a sport, és a másik a zene. A sport azért, mert egyrészt tud adni egy nagyszerű szórakozást, egy jó meccs, stb., de hát egészséges életet biztosít. Magyarországon 15% a lakosságnak sportol csak rendszeresen. Ez borzasztó kevés. Tehát muszáj, hogy a sportban aktívan is részt vegyünk. A zene, azt azért azt mondom, hogy nem akarom ennyire kisajátítani, a művészet. Tehát legyen az képzőművészet, legyen az próza, legyen az a versek szeretete. A zenének van egy különös hatalma, hogy időbelisége, és ezért úgy át tud formálni bennünket, de legyen bármilyen művészet, tehát sport és művészet kísérjen el az életünkben.